Hát az a helyzet, gyerekek, itt írogatok itt mindenkinek, bazd meg Discordon, csak senki se válaszol. Azt közben látom, hogy Steve-o már nyomja izé Tarkovot egyedül, úgyhogy én már nem reménykedek semmi jóba. Dave az lehúzta magát a slozin, úgyhogy egyedül fogok Tarkovozni, legalábbis megnézem, hogy mi a bütykös lófasz kell ebbe a játékba csinálni. Úgyhogy orbitális mértékű bénázások várhatóak, srácok. De megnézzük. Na, itt a karakterünk, ugye van nekünk egy ilyen csodálatos gírünk. Én bepakoltam ide minden jóságot, amit elvileg, tehát egy alap felszerelés, van nálunk víz, vigyünk egy sonkát is, bazd meg, méne. Itt az alfa konténer, ezt elvileg nem tudod elvezíteni. Úgyhogy, szia Attila, hello, hello. Ugye elvileg ezt nem tudja, mert ez itt van a kis lakat T. Károly, tehát hogy azt nem tudjuk elbaszni. Azt nem tudom, hogy a fegyvereket hogy a genyóba lehet biztosítani, mert elvileg azokat is, itt van insure, látjátok? Insure. Tehát hogyha ezt én bepippantom, szevasz, attól lesz izgalmas, így van, így van. Mondjuk kurva nem szeretném ezt az egy darab alkámat elveszíteni. De valószínű, hogy srácok, mivel kurva bénák vagyunk, tanuljuk a játékot, első alkalom, valószínű, hogy scavként fogunk bemenni, ami azt jelenti, hogy random inventory-val, tehát random felszerel minket a játék. Itt ez a scav ezzel, és ilyen random banditák leszünk. Tehát itt lehet, hogy egy darab pisztollyal indulunk neki a vakvilágnak, a rosszabb esetben késsel. És be kell menni a pályára, lootolni, és hogyha ki tudunk jönni, tehát amit összelootoltunk, azt megkapjuk, és azt be tudjuk rakni ugye a main karakterünknek az inventóriába. Tehát az ott lesz, fel tudjuk használni a korábbi, vagy a későbbi meccsek során, amikor majd bemegyünk a pályára. Ugye, hogyha PMC-vel megyünk be, tehát a saját main karakterünkkel megyünk be, és kilőnek, mint a szart, akkor buktad azt, ami nál, azt, ami a karakterednél volt, tehát amit itt láttatok az előbb az inventory-ba, azt mi mind bukjuk, tehát a szopóroller. Úgyhogy az elején én amondó vagyok, hogy inkább szkevezni fogunk. Most a szkevnél van egy olyan kis szépséghiba, hogy azért nem lehet orvérzésig szkevelni elvileg, hanem hogy fogjuk magunkat, bemegyünk szkevként, megyünk egy hűrt. Ha ki tudunk jönni, ki tudunk, ha nem tudunk kijönni, akkor meg nem tudunk kijönni. És utána várnunk kell X időt. Ezért szokott az lenni, hogyha rámész valakire, hogy megnézd azt, hogy ő hogy tarkózik, akkor általában inventory simulator van, tehát nézed azt, hogy ő pakolgatja a szarjait az inventoryba, úgyhogy egy kurva izgalmas játék lesz ma, srácok, úgyhogy mindegy, minden esetre megnézzük, jó, hogy milyen? Úgyhogy megyünk Scav-val, és a shoreline-ra fogunk menni, arra, igen. Jó, hagyjál békén. Én kurva ready vagyok. Az a helyzet. Úgyhogy igazából ennél a játéknál csak annyi veszteni valónk van, hogyha összeszedünk kurva jó lootot, és legillőnek, akkor elbukjuk. Tehát, de más extra dolog elvileg nincsen. Úgyhogy ja. Köszönöm szépen lájkot, Attila mester. Ja, az még a 4 órával ezelőtti. Bocsánatot kérek. Valamit tűt. Srácok, multi játékról beszélünk, lövöldözős játékról beszélünk. A játék alapvetően szép. Tehát nagyon jól néz ki, nagyon jó, meg minden. De mivel multi játékról van szó, ezért kurvára lóvra vesszük le. Köszi szépen, Attila. Tehát kurvára lóvra vesszük le a grafikai beállításokat, direkt azért, hogy minél jobban pörögjön. Illetve nem tudom, hogy a stream hogy fog hozzáállni ehhez az egészhez. Már csak évek kérdése is be is tölt. Szevasz, csaesz, mi a helyzet? Cső. Hú, bazd meg.
Loading van ez erre. Mindenki ezt a fos nyomatja? Hát figyelj, egyébként, ja, mindenki. Mindenki. Elvileg egy izgalmas játék, ruszkik fejlesztik ki, ez egy valódi fizikát alapul vevő, hát ilyen looter shooter, mondjuk így, vagy ilyen túlélős geci. Úgyhogy majd meglátjuk, hogy milyen lett, csak mondom, már egy ezred éve tölt a játék, úgyhogy remélem szét fogja laggolni a kurva anyját is, és akkor idegből Alt F4-jel kilépek, és megyek izét, verem az ajtót a fejlesztőknél, hogy adják vissza a pénzemet. Ilyen optimalizálatlan beta fossal játszani azért más kategória lehet. Esik az eső, gyerekek. Nem fogunk lófa se hallani az ellenfélből, már most mondom. Na, itt vagyunk, gyerekek. Mint mondtam. Lovon játszunk, tehát hogy, ja. Menjünk be a házak felé. Várjál, mi a nekünk a izénk? Find the next a lighthouse és az Erving Gym entrance. Jó, mindegy, azt ott hagyom fönt, nem árt az nekünk. Jó, bebújok a bokorba. Várjál kicsit. Aha. Remélem most fognak pofán lőni. Közben itt nézegetem én a izéket. A tűrképeket. Mert ugye valahol meg kell tanulni a játékot. Jó. Lighthouse volt az én a magas betonépület, meg melyik volt a másik? A gym entrance. Az meg egy bent, az meg bent kell menni. Van valami cél vagy támpont, amit el kell érni, vagy lófranunk, amerre látunk. Hát igazából most itt nekünk az a lényeg, Attila, hogy minél gyorsabban kilútoljuk a francba itt a mindenséget. Most ez a kerítés, ez végig itt fog menni? Jó, mehetünk egy kicsit gyorsabban is szerintem. Jó, amit majd szerintem be kell állítanunk, az az, hogy a célzásunk. És elkövettük a hibát, nem nézzük meg az inventorinkat, gyerekek, hát. Micsoda dolog ez. Van bandázsunk, meg ilyen. Genyó. Jó. Oké. Közben Steve-o írt rám, hogy menjek be. A squad egybe, úgyhogy majd mindjárt megnézzük mi ezt. Anyád, bazd meg, hogy srácok, effe kell útolni, bassza meg. Olyan hangja van a játéknak, hogy egyből a híg fos azé végig nyomja a lábot szárát. Úgyhogy valószínűleg mindjárt csatlakozunk mi Steve-hoz. Valahogy. Ahogy egy táska, ezt is ki lehet lootolni. És akkor ilyenkor időbe telik, mint ahogy látjátok itt is, hogy még keresgélünk a táskában. Itt van öblítő, meg minden szar. Inspect. Anyád, nem az kell, examine kell.
Így van, cigi. Cigi, 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 cigi. Nem tudom mire való, elvisszük meg az öblítőt is. De hogy az, az is mi a bütykös szarnak kell. Meg pomjuice-unk is van. Ezt ide rakjuk a izébe, kabátkánkba. Jó. Ahogy itt egy duct tape. Azt tudjuk, azt is elrakjuk, nem tudom mire való. Gitor. Mást itt egyelőre nem nagyon látok. Mindjárt átnézünk Steve-hoz, csak már nem akarok így izébe. Meccs közepén. Hát ezek a lootokkal azért nem lettünk annyival gazdagabbak. Hopp, 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 mi ez? Chip-ass? Azt az minek nekünk? Van még egyáltalán szabad hely az inventoringban? Hát nem sok. Ó, légyírtónk is van, csodálatos. De hogy ezt mi a gecire fogjuk használni? Jöjjünk az emeletre. Itt is van valami, nem? Ez mi volt? Ja, ilyen gyógyító szírszar. Szerintem nem. Plex. Az mi a fasz? Organic glass, acrylic resin, synthetic polymer, metacrylat. Jó, valamilyen műanyag. Fasz se tudja. Valami üveg alapú műanyagos téma. Jelünk el, mert ugye realisztikus a lövés. Hát konkrétan olyan szinten realisztikus, hogy egy lövéstől halunk. Tehát, hogy így... Oké, Steve-o, mindjárt megyek. Pillanat, türelmet kérek. Csak már láttam, hogy írtál, át is megyünk. Rúgd már be azt a retkes ajtót. Mondjuk mennyivel jobb lenne, ha látnék is valamit. Itt van valami, amit lehet search-ölni. Valami. Ja, Jackie. És mi volt a Jackie-be? Lófas sem. Ezért már megérte ide bejönni. Jó. Bocs, srácok, tudom, hogy kurva sötét van. Már megint egy csipesz. Elit. Mindegy, elrakjuk. Nem tudom, mire jó ez. Mennyi időnk van? Még van fél óránk. Jöjjünk ide hátra. Na ez mi? Radiátor Helix. Ezek biztos valami olyan cuccok, amiket föl tudunk használni a, ugye, mert van ilyen van ilyen szálláshely kategóriája is a játéknak, amit építenünk kell. Tehát ott vannak ilyen munkapad, meg mindenféle ilyen fostaliga, és akkor ott lehet, na ez mi a pék? Csavarok. Ja, de elrakjuk, bazd meg, nem tudom mire jó, de elrakjuk. Meg ezt a szart is. Hoppa, oda még benézünk. Mik ezek a laggok?
De még benézünk, hát van valami. Ó, clean. Találtunk egy clean-t. Nincs hely neki. Ennek. Ennek sincs már helyünk. Jó, hát akkor ezek itt fognak megrohadni. Ezt a kabátot, azt kilútoljuk. Hát van benne valami értelmes. Nincs. A kabát üres. Jelentem. A kabát üres. Srácok, azért néz ki gusztustalanul a játék. Még egyszer mondom, mert lóvra van véve. Direkt azért, hogy a legjobb formánkat tudjuk hozni. Ha ez kulcs kell, gondolom. Közben nézünk mindenhova, mint a szaros gyerek, mert olyan kokist kapunk, mindjárt kirepülünk az ablakon. Hopp, hopp, hopp. Na? Tehát hogy se egy nyúl, se egy fácán, takarítom meg elszólt, mint így van. Takarítom, hogy szabadságom van. Kulcs. Jó lenne találnunk egy táskát, mert nem tudunk hova pakolni. Kábelek. Ezek mind kellenének ugye az izének a bázisunknak a fejlesztéséhez. Menjünk a házba is. Ó, Istenem, nyisd már ki, bazd meg. Nagyobb táskát találhatnánk igazán. Jó, nincs benne semmi. Azt hittem, hogy hallottam valamit. Hey, na mi van a táskában? Húha. Öngyújtó. Jó, az a cigi mellé elfér. Ezeket elvileg még el is lehet adni, srácok, tehát ebből is tudunk pénzt generálni magunknak. Plex, nem tudom, hogy ez mire jó. Mindegy, áthúzzuk ide ezt. Vannak más gépi játékosok, illetve játékosok elvileg a pályán. Nem tudom, hogy itt csak NPC van, vagy vannak játékosok is. Szia Szotyi bácsi, köszönöm szépen a lájkot. Hopp! Ott valaki már tótágastál. Úgyhogy itt valaki már garázdálkodik, srácok. Aha. Halljuk is, hogy itt lő valahol. Ott. Na. Az egy hulla ott szembe, csak úgy jelzem. Hm. Van benne a házba. Geci, nem találom el, bazd meg. Na, itt van a doboz meg. Hopp, hopp!
Milyen kokis volt, geci? Várjál, mert itt tudta, hogy valaki más is. Upp, milyen kokis kapott, gec. Most oda kell mennünk kilútóni azt a két marharépát. Csak félek, hogy ő nem volt egyedül, tehát, hogy... Van egy haverja, akkor megszoptuk a Brannert. Össze le akarom tisztázni a környéket valamennyire. Vajon milyen puska volt, azt még lehet, hogy gyorsan főkapkodjuk. Jó, akkor ezt már is húztam. Hát, nem tudom, kés az nem kell. Nincs rá semmi. Akkor ez nem játékos volt, gyerekek. Még azt megnézzük gyorsan. Csak az a baj, hogy nincs a puskánkba szerintem. És ezt meg már kilútolta. A rohadtja. Mindegy, egy puskát szereztünk. Csak töltényünk nem tudom mennyi van hozzá. Szerintem semennyi. Mi? 18, itt 10. 10 töltényünk van hozzá elvileg. Legyen a puska az egyesen. Mondom az egyesen, bazd meg! Mindegy, akkor kettesen lesz. Átváltunk a puskára. Fú, de jó szar vele célozni. Azt már kilútolták. Itt már volt valaki. Mennyi időnk van? 22 perc. Időnk, mint a tenger. Van-e találni vagy lőszert ez a szar puskához, vagy pisztolyammót, meg egy táskát, egy nagyobb táskát, amiben tudunk tovább lootolni. Na, be van valami. Duct tape. Battery. Valami szutyerák genyó. Csattaj fel a bicikli az zsa. Igen, hát az lenne a legegyszerűbb. M-tape. Én nem tudom ezeket, hol a faszomba rakjam még, bazd meg. Kéne nekünk inni. Igyál. Jó. Van itt Ziggy. Ez csak a dobozó volt, mindegy. Jó. Az vagy nem tudom, hogy merre kéne nekünk menni. Várjátok, visszajövünk ide. Bebújjunk ide a sarokba. És én egy pillanat alatt megnézem, hogy hol a genyóba kell nekünk kimenni, bazd meg, mert nagyon durva. Igazából nem haladtunk még sokat, tehát hogy... ja. Igen, és a Lighthouse-nál kéne nekünk kimenni, ami azt jelzi, hogy itt vagyunk a faluban, akkor le kell mennünk a partra, srácok.
Le kell mennünk a partra. Most az, hogy hol a part, tököm se tudja. Van arra egy gas station, annyit tudok. Ilyen szírszarokat már nem akarok lootolni, mert nem tudom hova rakni, tehát nincs táskám, illetve nincs semmim. Itt van az ajtó. Itt már volt valaki. Ezt a helyet már kilútolta valaki. Itt nem látok semmit. Ja, itt tudunk fedezék mögül lőni. Hát a vidig olyan, mint a szemem sarkából látnék valakit. Rajta vagyunk, mint légy a szaron. Nézzünk, mert most lent vagyunk, és nyílt terepen kell átszaladni. Nem tudom, hogy jó irányba jövök-e. Továbbra sem. Az a baj. Kéne valami támpont nekünk. Hopp. Erre volt valami lövődözés. Itt jobbra, mint ha hallottam volna valamit. Most direkt izébe, silencerbe megyünk. Na, arra lőnek pedig. Nem látok senkit. Itt nagyon lüdögetnek.
Na? Sehun senki? Addig jó. Ezen át tudunk mászni. Persze, hogy nem. És itt? Jó is a staminánk, az a baj. Remélem, hogy a tengerpart helyett nem föl a hegyekbe megyek. Bár elég gyanúsan néz ki. Jó, egyelőre nem látok senkit. Az mi a pék fasz? Kéne tájékozódni, gyerekek. Ott van valami, szerintem az lesz a... Az lehet ilyen erőmű jellegű cucc. Az mi a bánatos tököm? Ami... Igen, elég jó úgy játszani, hogy fingod nincs, hogy mi hol van, és meg kéne találnod azt, ahol ki tudsz menni. Tehát, hogy... Várj, ez valami erőműféle. Power. Aha. És akkor itt folyik át a víz. Akkor szerintem arra lesz egyenesen lefelé a... Oh. Itt kitöröm a nyakam, ha lemegyek szerintetek? Hát kell sprintelni. Itt folyik a víz, gyerekek. Ó. Oh. Ott volt valaki. Nem van lőszerünk. Szerintem átváltunk pisztolyra. Volt valaki, azt én ki akarom lootolni, ha már lelőttem, elvileg. Azt hiszem, hogy kapta. Remélem, hogy más nincs itt, mert akkor nagyon combosan be fogjuk szopni a hosszú cicit. Ajajajajajaj. A kurva anyádba bele. Az anyádba vagy.
Aja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 j
Itt kell ebbe belelőni, hát ott állt szembe. És megsérült. Hol vagy? Hol vagy? Hol vagy? Hol a kurva? Ú, na sörétes volt, gyerekek. Megsérültünk? Nem. Ez az, királyok vagyunk. Ú, itt van egy AK, gyerekek. Úgyis van ilyen szemüveg is. Az a baj, hogy az AK-ban nincs töltény. Equipeljed már. Nem tudjuk használni, bazd meg. Égre lövünk valamit, azt. De miért nem tudom kinyitni? Vigyünk egy aviát. Ó, kurva! Ó, ott még van egy. Az baj, 7 és fél percünk van kiérni a zónából, különben ugyanúgy megmeredünk. Ezt kilútolták már. Hol vagy? Ez is meghalt. Meg. Van 10 golyó az AK-ba. Ezt diszkardoljuk. Ez jöhet. Nézzük meg, milyen a kés. Jó, akkor ezt diszkardoljuk. Ez meg jöhet. Ú, van balaklavánk is már. Jó, 2-es. Jó, váltsunk át AK-ra. Gyorsan. Nincs időnk, basszátok meg. Kéne jutnunk a izéhez, az még sehol semmi. Body armor. Ja, mert van rajtunk taktikárig, így nem tudjuk használni, fasza. Jó, azunk meg már van. Oké, na, húzunk ki innen a picsába. Én leszarom azt, amelyiket lelőttem. És ki kell jutnunk innen, gyerekek. Véleményem szerint erre lesz az, amerre mi ki tudunk menni. Kérdés az, hogy 6 percünk elég-e rá. Az a baj, hogy ki is vagyunk száradva is. Mi minden. És nincs nálunk innivaló se. De egy nyomvat innivalót nem találunk konkrétan. Mindegy, ha már az AK-t meg a többit sikerül neki vinni, akkor már kurva jók vagyunk. Mert akkor már van 2 új fegyverünk, amit be tudunk rakni, azt essünk be. Az már más kérdés, hogy nincs az előszerünk, de azt tudunk venni is akár. Ott a tengerpart szerintem már. Nem lesz elég az idő, gyerekek. Nem fogunk tudni kimenni. Fogjuk szopni a faszt. Az egy benzinkút? Az a gas station. Ugye? Igen. Gas station, akkor lehet, hogy mindjárt ott vagyunk amúgy. Most már csak nagyon drukkoljatok ahhoz, hogy ne lőjön ki senki a picsába, mert akkor bukjuk a szajrét.
Ki kell jutni. Az a baj, hogy szegény Steve-óra meg nem lesz időm szerintem, mert annyira jó volt ez a kör, hogy egyszerűen nem. Jó, azt is kilootolták, itt is lootolt már valaki. Ott van, az kell nekünk, srácok, az a torony, az a világított torony, ott tudunk ki lógni. És itt nem tudok fölmászni. Bazd meg. Most kajak körbe, karikába kell menni. Hogy ugorjak már föl erre, te szarházi. Na, azért mondom. Na, nincs staminánk. Fú, gyereke, még a lábujjatok is X-be legyen. Ó, a picsába, csak körbe kell menni. Jók vagyunk eddig. Aha. Igen, itt az a baj, hogy mindenhol el van barikádozva a mindenség is. Három percünk van. Három perc, hogy kiérjünk. Egyelőre nem látok senkit. Amit a hangokat hallanék. De lepróbálunk kitosonni. 2 perc 40. Hú, srácok, izzadok, mint a kurva a templomba. Nagyon durva. Ki kell jutni, ki kell jutni. Lemerjek innen ugrani? Gumi? Jó, gumi fölfogta az ütközést. Hol van a... Elvileg ennek a végén kell, hogy legyen a világított torony, ahol ki tudunk menni. Gec, és ketten is vannak. Gyerekek. Így is szúdá. Szúkabliács. Ó, és olyan messze van. Hát, ezt buktuk. Ezt már most buktuk. Geci, megy? Nem megy. Kilőtt, szétlőttek, nincs töltényem se. Ez bukó, faszom. Miért nem tudom használni? Igazából mindegy is, mert az utolsó fegyver, amiben töltényem van, az ez. Talán, meg még volt sörétes is. A kurva anyádat. Hát nincs. Ennyi volt. Geci, hát miért nem vágod a zakés? Na, erről szól a játék, gyerekek. Egy tökéletesen fölösleges kört mentünk most. Aminek semmi értelme nem volt. Ezért kell általában csapatban játszani ezt a kurva játékot. Csak sajnos már belekezdtem, mire Steve-o bácsi írt. Úgyhogy ez az én hibám volt. Ez most nem jött össze. Az az igazság.
És akkor itt látjátok az időt, 21 percet mentünk. Úgyhogy, ja. Halihó. Ó, de megijedtem, basszus. Bocs. Szabasz, Tibi. Rá vagy feszülve, mi? Nagyon. Én most mentem egy fölösleges kördbe, az meg. A végénél, amikor odaértem a izéhez, a kikötőhöz, rám jöttek hárman, úgyhogy ennyi basszus. Volt. A végén elbuktam, pedig kihoztam volna egy sörétest, meg egy alkát is. Bassza meg. De nem sikerült. Nekem az a bajom, hogy nem tudom, hogy hol vannak a kimenekítési pontok, basszus. Nem aha. Tudom, hogy hova kell mennem. Most próbálok nézni ilyen izét. A térkép alapján azonosítottam én is, hogy hol vagyok, meg ilyesmi. Én is most keresem a helyemet. Jaj, anyám. Na majd. Majd akkor tudunk menni egy szkevet, neked majd engedi? Hát, most pont nem, mert azt kezdtem el sajnos, úgyhogy még 20 perc. Aha. Mire egyáltalán lesz is, majd valami. Nekem is még van idő. Nem se engedi még. Úgyhogy jó. Na, kezdek kifogyni a fegyverekből, basszus. Ja, mi ment ízét, sima kört is. Persze, már ez a harmadik sima kör. Úristen. Már kettőször nagyon lehugyoztak. Na most itt vagyok a silóknál például. Aha, itt van. Bassza meg. Mennyi kell be? Sok. Megöltem egy embert. Vagy nem tudom mit. Akából kilőttem a 10 golyót, és ott állt velem szemben az ember, és semmi baja nem volt, tehát. És vagy az, hogy olyan vért volt rajta, ami fölfogta, vagy nem tudom. Most ezt nem értem, fönt van a csávó az emeleten, és nem bírok fölmenni. Kilútolni. Ilyen komolyan. Tudom, hogy de még életben vagyok. Az volt a baj, hogy nem találtam táskát. És nem tudtam összeszedni mindent. Amit találtam. Ezt a szart. Mindegy. Megpróbálok kijönni gyorsan. Nem találom a folyót. Fogalmam is, hol van a folyó. Itt van a siló. Igen. Meg elfáradtam, jól van. Na láttam, hogy mindenhol írtál. Igen, mert a Dave-re kiírtam, azt mondta, ő nem jön, mondom, akkor jó van. És utána megírt, hogy te meg jönnél viszont. Mondom, akkor az viszont nagyon jó. Jaj, én voltam. De hát írtam is neked, hogy nem tudok végig maradni, mert megyek melózni, úgyhogy. Komolyan? Jaja, éjszakás vagyok a héten, úgyhogy... Na basszus. Na igyekszek akkor kijutni. Csak tudnám erre kell menni. Ja, hát mindegy, igazából lényegtelen, mert én most ennyit voltam, mentem egy ilyen szkevet. Többre nem lesz időm valószínű, mert még 20 perc mire egyáltalán fölnyílna. Úgyhogy ezt majd egy másik alkalomra rakjuk szerintem. Jó. Nem csak elindítottam, mert ugye Davy írta, hogy ő nincsen, beszéljek veled, te meg ugye indítottad már a streamet, hogy izét, mit tudom én, milyen felfedezés, mondom, jó, hát akkor valószínűleg nem jössze se, és akkor elindítottam a szkevet, aztán időközben meg az mégis. Na basszus. Úgyhogy nem baj. Na mindegy, hagylak jó játékot. Na jó, köszi szépen, hozzá. Akkor legközelebb hátha. Így van. Csőcső. Visszahozzuk. Köszi, csacsa. Na, srácok, 18 perc, még mire egyáltalán újra megnyílik a szkev. Ugye ezt gondolom azért van, hogy nem indien ki orba szájba lútoljon és szedje össze magát, mint állat. Vagy nem tudom, hogy mi alapja, most még egy negyed óra.
Tehát 14-30 valamennyi lenne, ahogy a következő ilyen izéhez mehetnénk. Simán a main karakteremmel, de fostos vagyok. Félek, hogy kilőnek, és elbukom az egyetlen alkámat, ami van. Úgyhogy egyelőre ez van. Igazából megtettük volna azt is, hogy elsúnyulunk mellettük. Tehát kikerüljük őket. És akkor lett volna esetleg elég idő. Az a baj, hogy a legvégén akkor is belefutottam volna ebbe a pár bunkó faszba. Sőt, a világító torony nem is ott volt, ahol voltunk a végén, úgyhogy lövésem sincs. Minden esetre ez volt nektek egy ilyen kis gyors bemutató a Tarkovból, hogy nagyjából így mi a lényeg a játéknak. Tehát ez hogy ugye összeszed magad, olyan felszerelésed legyen, hogy baszó legyél, de benne van a maga az izgalom, hogy mindent elbuksz, hogyha kilőnek a pályán. És plusz ehhez ugye hozzájönnek egyrészt az időjárási tényezők, mert hogyha eső van, akkor nem hallod, hogy ott matat valaki környékeden, illetve ha köd van, akkor ugye rosszabbul látsz sokkal, meg ilyenek. Meg ugye hogy a ballisztika is realisztikus, tehát nehéz benne lőni. Úgyhogy fogunk még ezzel játszani, feltétlenül csapatban. Legalábbis én úgy tervezem, hogy jó lenne ezt csapatban játszani inkább. Az ennél a baszó. Úgyhogy srácok, ennyi volt a Tarkov, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, köszönöm szépen a lájkokat, királyok vagytok, és találkozunk legközelebb, valószínűleg a Metro folytatásával holnap. Tehát a holnapi napon folytatom folytatjuk Artyom kalandjait, aztán hogyha úgy hozza a sors, hogy mondjuk este tudunk játszani valamit, akkor este is lesz még egy stream, majd meglátjuk. Na, köszi szépen srácok, jók legyetek, sziasztok!